A Pünkösdi Fesztiválon ünnepelték Beled várossá válásának 10. évfordulóját. Major Jenő polgármester elmondta, a háromnapos ünnepségen minden korosztálynak biztosítottak szórakozási lehetőséget. Koncertek és igazi fesztiváli hangulat várt az érdeklődőket. Pünkösdi Fesztivál keretében ünnepeltük meg a várossá válásunk 10 éves évfordulóját, és mint ilyen, az átlagos, az eddigi pünkösdi fesztiválunknál egy kicsit színvonalasabbá, egy mássá próbáltuk az eseményt szervezni, mint a korábbi években volt. Bár az mindig cél, hogy a pünkösdi fesztivál az legyen olyan, hogy tudjon, legyen néha újuljon meg, legyenek új elemek benne, és itt a legutóbbi, tehát a múlt szombati fesztiválunk, a 19-es, a 16. fesztivál egyébként ennek a jegyében, a várossávállás megünneplése jegyében is nyilván ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódott a protokolláris programokat illetően. Tehát a megnyitó elemei, a megnyitó ünnepség elemei azok a várossáválláshoz köthető fontos események, illetve fontos momentumokat tartalmazták, illetve töltötték ki a megnyitó ünnepség időtartamát. Ami nagyon fontos és talán lényeges, hogy itt adták át azokat a beruházásokat, de ott szépen fel volt sorolva, hogy mi minden történt itt az elmúlt időszakban. Néhány gondolatban azért idézzük vissza azt, hogy mi az, amit sikerült most átadni. Igen, hát tulajdonképpen a 18-as év, illetve már a 17-es évre is visszanyúlva, 17-es év legvégére történtek meg, vagy kezdődtek meg azok a fontos és tényleg nagy jelentőségű felújítások, beruházások, átépítések, újjáépítések, amelyeknek egy része a sokat emlegetett uniós topos pályázatokból történt, a másik része pedig önerőből, kiegészítve egy kis kormányzati segítséggel, ami BMS pályázatból 15 milliós nagyságrendben a járdaépítéshez segített be. Sokszor kérdezték már, többször szóba került, hogy elkészült valami, miért nem adjuk át, hogy is, mint. És tulajdonképpen ezek a topos pályázatoknak az elkészülte és az átadás közötti idő fél éves, az legelső elkészültétől egy fél éves csúszást jelentett, a legutolsótól pedig csak néhány hónapost. Én úgy gondoltam, hogy az átadási ünnepséget azt szintén a pünkösdi ünnepség keretében együtt ezzel a várossávállás megünneplésével fogjuk majd megünnepelni, illetve megtörténni az átadási ünnepség, mivel hogy maga az időszűke, meg egy ünnepség megszervezése, akár időben, akár energiában, akár költségekben is nem kis összegeket, nem kis energiákat jelent, és mindez akár praktikusságból, akár takarékossági szempontból is azt tartottam helyévalónak, és azt nyilván a testület is így gondolta, tehát a testület beleegyezésével és jóváhagyásával, tehát közös konszenzusos alapon történt, hogy ezen a napon fogjuk átadni a projekteket, amelyeknek egyébként ugye az egyik projekt, a helyszín az maga a megnyitó ünnepség volt, ami szerintem látványos és helyén való volt ez a helyszínválasztás is. Meg a piac tér. A piac térről beszélünk, igen, a helyi termelői piac nevű projektnek a megvalósulása. A piac tér, ami egyébként a város közepén, tehát igazából sokan főtérként is nevezik, nevezhetjük végül is annak is, funkcionálisan azon felül, hogy a piac teret is ki fogja majd szolgálni, vagy a termelő piacot nyilván funkcionálisan, akár a mindennapokban történő sétálás, időtöltés, nézelődés, illetve az egyéb más programoknak is helyet tud adni, tehát ez a piac tér. Tehát ez volt az egyik projekt, visszatérve. A másik projekt ugye a konyha, említésre került konyha étkező együttese, illetve városháza épületének energetikai szempontból történő megújulása, illetve a harmadik projekt a kerékpárút. Mindezen projektek, ezek a topos uniós projektek szerepeltek ott fényképen
tehát nem kellett a helyszínekre mindenhova mennie a tisztelt vendégeknek, a vendégségnek, hanem egy helyszínen a helyiek ismerték, és egyébként a meghívott díszvendégek, protokolláris vendégek is már korábban megismerhették magukat, a megvalósulásokat, tehát például köztudott, hogy képviselő úrról is ezt már akár a tévé keresztül is láthattuk, hogy bejártuk vele korábban a helyszíneket, tehát magát a minőséget, a megvalósulást azt láthatta már a hétköznapokban, és tényleg most így ez a helyszín, meg az alkalom tényleg egy pont volt az íre, vagy korona az egész dologra, hogy most itt megemlékeztünk róla, illetve megünnepeltük, hogy akkor most átadjuk. Ezek voltak az uniós projektek, ezen felül nem kevés és nem kevésbé fontos volt az a része az átadás ünnepségnek, amikor a helyi, illetve a önerőből történő megvalósulásokat, főként itt a járdákra és a telekre gondolunk, illetve egy térre, tehát a főtéren vagy piasztéren felül még egy tér kapott új arculatot, nem csak a térkövezéssel, hanem a növénybeütetéssel is, tehát ennek az átadása is, illetve a mintegy 2,6-2,7 km hosszú járda, amely 7 utcát érint, ennek az átadását is most ünnepeltük, illetve hát az elkészültét tulajdonképpen most ünnepeltük, mert szerintem azt ünnepeljük, nem az átadást, hanem azt, hogy elkészül. Ami fontos, hogy ugye ezen a napon még díjazták is a vállalkozókat, illetve hát a civil szervezeteket, ezzel is jelez, hogy a város odafigyel azokra, akik befizetik az adót, itt vannak, munkahelyeket teremtenek, illetve a civil szervezeteket, akik ugye a programokban részt vesznek. Igen, úgy gondolom, tehát ez is ennek a városávállás és a projektek átadása, ez minden összefügg, és azt fontosnak tartom, hogy azok a vállalatok, amelyek itt régóta becsülettel dolgoznak, és úgy, ahogy fogalmazok, becsülettel befizetik az iparozási adót, lássák azt, hogy az ő befizetett adójukból mi készül, és nem csak most látták tulajdonképpen az átadáson, hanem természetesen őket is meghívom, akár külön-külön is, mindegyiket egy-egy olyan bejárásra, amikor láthatják, hogy mi készül a városban. És hogy mi mindennel összefügg, ezt velük úgy szoktam feléjük tudatosítani, hogy az, hogy egy cég a mai helyzetben tud működni, egy nagyon fontos feltétele a munkaerő. Megléte a munkaerő, helyben maradása, illetve megléte ennek egyik része az, hogy milyen fizetést kapnak a vállalatok, a másik része pedig az, hogy adott településen milyen szolgáltatást érhetnek el. És tulajdonképpen itt az összefüggés, hogy az általuk befizetett adóforintokból milyen olyan szolgáltatásokat tud a város nyújtani, illetve megvalósítani és nyújtani, amitől a lakók helyben maradnak, helyben dolgoznak, itt érzik jól magukat, és itt képzelik el a jövőjüket. Ugye gondolom beszélgettek ott a város, volt rá, hogy 3 nap is fehér asztal mellett is meg tudták beszélni, mik a következő lépések. Átadtak különböző beruházásokat, látjuk, hogy fejlődik a város, mi a következő, amire tudnak koncentrálni, és van rá forrás. Igen, hát ez is már korábban is elhangzott, és de hát nem árt elég ismételni, mert igazából öröm, hogyha arról beszéltünk tényleg már, hogy nem csak az, hogy van terv, hanem talán most már az az öröm, hogy elérhető közelségbe kerül, tehát mondhatom, hogy pályázatot benyújtottuk az egészségház felújítására, amely egy olyan pontja lesz az életünknek, a mindennapjainknak, amely sok ember nem csak az ott dolgozóknak okoz örömet, hanem az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevőknek is örömet és könnyebbséget fog okozni, hogyha egy megújult helyre egy új modern viszonyok közé tudnak majd menni, és akkor az ottani szolgáltatásokat igénybe venni. Gondolk itt a fogorvos, a védőnő és a gyermekorvos rendelőjére, az egészségügyi komplexumunkra. Nyopáros Alpár kormány biztos biztatta Beledet, hogy pályázzon, sőt, én tudom, a kormányzatnak van is erre forrás, a lehetőség, hogy támogassa ezeket a beruházásokat, tehát ennek a megvalósulása nagy valószínűséggel meg fog történni. Igen,
Jobbáros Alper képviselő úr most is, itt az ünnepségen is, korábban is nagyon komoly ígéretet, szándékot nyilvánított ki arra vonatkozóan, hogy itt Belednek, mint kistérségi központnak, mint térségi központnak nagy szüksége van erre a megújult létesítményre, és ami ennek a lényege, hogy ez nem csak hogy tudott, hanem úgy látszik, hogy erre a forrás is rendelkezésre fog állni, tehát jó reménnyel vagyunk afelé, hogy a pályázatunk nyertes lesz, és reméljük, hogy úgy, ahogy az eddigi projektjeinket tudunk kivitelezőt is találni, ami szintén a mai helyzetben a fontos kérdés, és hogy minél előbb tényleg egy hasonló ünnepség keretében tudjunk örülni a megújult egészségügyi komplexumunknak is. A Pünkösdi Fesztiválon számtalan szórakoztató műsor is volt, kezdve a koncertektől, a főzésen, a helyi fellépőknek a bemutatkozásán át. Tehát volt itt minden, ami minden korosztályt megérintett, mulatós része is volt ennek a programnak. Ezt a részét ön hogyan értékelni? Tehát mindenki megkapta, amit szeretett volna, minden rétegre megpróbáltok odafigyelni, hogy szórakoztassák ebben a három napban. Hát azt gondolom, hogy ez a háttérprogramok, illetve nem háttér, mert azért akár főprogramok is nevezhetjük, mert imént csak a megnyitó ünnepélyes megnyitóról beszéltünk, a többi program, amely a szórakoztatásról, a kikapcsolásról szólt, az is olyan gonddal került meg kiválogatásra, illetve összeállításra, hogy méltó legyen nem csak mint a pusztán a fesztivál, hanem ahhoz is, hogy 10 évesek vagyunk, és tényleg ez egy kicsit több most, egy kicsit más, hogy többet adunk, többet tudunk nyújtani a lakosságnak, és nyilván amellett, hogy több, attól amellett talán színvonalasabb is, tehát próbáltunk a sokunk, tehát a képviselők, meg a segítők, tehát a városházi kollégák tudását összeadva azokat a produkciókat meg idehozni és felmutatni, amelyek úgy gondoltuk, hogy tényleg ilyenek lesznek, hogy amikre a szándékunk irányul, tehát hogy emlékezetes legyen, és tényleg egy kicsit színvonalasabb legyen, mint az eddigiek. De fontos kérdés az eseményben a helyszín, amely nem éppen egybeesik azzal, hogy most egy rendkívüli, a 16. pünkösdi és a 10 éves város éppen egy új helyszínre kellett, hogy költözzön. Ugye ennek oka a sokat emlegetett iskola udvarnak a rekonstrukciója, illetve a pályának a rendbetétele, és emiatt kellett egy másik helyszínt választani, nem túl messze, de mindenképpen el kell mondani, hogy egy éve ilyenkor, sőt még karácsony, tehát az évfordulóján is, még az a helyszín egy eredeti állapotában igazából egy elhanyagolt, rendetlen terület volt. Nagyon sok munkával sikerült olyanná, fogalmazok úgy, varázsolni, nyilván a munka az nem varázslás, az kőkemény dolog, megfelelő ütemezéssel kellett a tereprendezést, aztán a tereprendezés végeztével a fűvetést, aztán a fűnek az öntözését, gondozását tud elvégezni, és itt mindenképpen meg kell, hogy említsem azokat a segítőket, nem név szerint nem akarom kívánni hátra ki, hogy valakit, de szerintem nagyjából mindenki tudja, és köszönöm azoknak a közreműködőknek, akik ebben részt vettek. Nem csak az, hogy megcsinálták, hanem tényleg a fontos egy ilyen munkánál, hogy időben megtörténjen. Tehát akkor, amikor aktuális, az idő ugye szorított, március elején tudtuk elvetni a fűmagot, onnantól kezdve volt 3 hónap arra, hogy a terület olyanná váljon, amilyenné lett, és ma elmondhatjuk, hogy megfelelő volt a helyszín, nyilván ez azért az időjárásnak is köszönhető, meg hát a odafigyelésnek, tehát tényleg egy új helyszínen, új körülményekkel, új dizájnnal, vagy új elrendezéssel, inkább úgy fogalmazok, a sátor is egy új elemként padlózott
sátorban voltunk, nagyobb sátorban voltunk, a főzések egy helyen történtek, talán mondhatom azt, hogy nagy megelégedésre történt a főző csapatok elhelyezése is, meg a lakosság részvétele is ebben a dologban, illetve utána később az evéd elfogyasztásában, rögtön pedig a műsorok mentek közben, tehát azt gondolom, hogy ez is újszerű volt, és emlékezetes fog maradni, és talán mindenki megelégedésére szolgált. Ugye, amikor levonják majd a tanulságokat, hogy voltak tehát újdonság, új helyszín, annak kialakítása, illetve hát egy nagyon korszerű, méretes sátorral, illetve a körül ugye bucsusok voltak, lehet itt mondani, sok minden volt egy helyen, nagyon jól szórakoztak a belediek, de mi az, amit ilyenkor akár változtatni kell, vagy így ahogy van most, vagy volt most, az úgy jó volt, és akkor jövőre már a 17. ugye, Pünkösdi Fesztiválon hasonlóan fogják megrendezni. Hát igen, igazából a helyszín úgy néz ki, hogy bevált, tehát ez a helyszín, ezt nyilván nem csak Pünkösdre használjuk, hanem szeretnénk egy közösségi térre, hogy úgy mondjam, alkalmassá tenni, illetve alkalmassá tartani, mert az alkalmassá tevés az megtörtént. Itt inkább mindig az a, minden más esetben is az úgy fogalmazok, hogyha valami elkészül, akkor azt hosszú távon odafigyeléssel olyan állapotban kell tartani, hogy az mindenkor az eredeti célnak megfelelően használható legyen arra, amire szánjuk. És nyilván oda fogunk figyelni erre a területre, megfelelő módon gondozzuk, karbantartjuk, hogy alkalmas legyen akár sportolásra, vagy akár sétálásra, vagy egyéb más ilyen hasonló szabadidős tevékenységre. Nem mellesleg, ugye már kipróbált módon a Pünkösdi Fesztivál, a következő Pünkösdi Fesztiváloknak is a helyszínéről tud majd szolgálni. Az, hogy aztán milyen változtatásokat kellene, azt még egyelőre, megmondom őszintén, egyelőre nem boncolgatjuk. Úgy gondolom, hogy majd az őszön, vagy az ősz során nyilván most választások is lesznek, hogy kinek lesz a feladat elképzelhető, hogy a miénk lesz, bízunk benne. A testület úgy készül, de egyelőre ezen a változtatásokon még nem gondolkodunk. Annyi biztos, hogy kell, hogy mondjak, hogy hogy ez egy nagyszabású, nagyobb volumenű rendezvény volt, ez elképzelhető, hogy ez egy kicsit, ez nem mindig megvalósítható, mondjam, hogy ebből vissza kell venni, nyilván az anyagi okok miatt, de azt gondolom, hogy akár szerényebb összeggel is odafigyelve névós eseményt lehet rendezni, és tényleg, hogyha minden adott hozzá, a helyszín, a lakosság, az érdeklődő lakosság, akkor összeáll egy olyan rendezvény, akár mint az eddigiek, tehát akár a mostani, akár az eddigiek, mert igazából talán egyikre sem lehet ilyen szempontból panasz. Költségvetésbe belefértek, amit erre szántak? Igen, tehát a költségvetést azt betartottuk ebben a tekintetben, tehát így tudom ezt mondani. Köszönöm, polgármester. Köszönöm szépen.